Szeretettel várjuk Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott nyílt napunkon, ahol többek között bemutatásra kerülnek a Nemzeti Színház 19. századból származó szövegkönyvei, amelyeket az Országos Széchenyi Könyvtár Színház Történeti és Zeneműtára őriz. Ezeket a szövegkönyveket nem a bennük található drámaszöveg teszi érdekessé, hanem például az illusztrációk, a bejegyzések, amelyek a korszakban származhatnak az előadás színpadra állításában közreműködők kezétől, de például a cenzortól is. És vannak olyan szövegkönyveink, amelyeket a Nemzeti Színház Drámabíráló Bizottságának alapítója Vörös Marti Mihály szignált és javított. Bejegyzések között található például a Nemzeti Színházi szövegkönyvekben talált első copyright bejegyzés, amelyek természetesen még nem felelnek meg a mai szerzői jogi bejegyzéseknek.